Egyre gyakori probléma az illegális hulladéklerakás Magyarországon. A szemét eltávolítása hatalmas kihívást jelent az állampolgárok, az önkormányzatok és a kormány számára egyaránt. Van, ahol kamerák felszerelésétől várják a megelőzést, akit szemetelés közben sikerült tetten érni súlyos bírságra számíthat, akár környezetkárosítás miatt. A közutak melletti erdő területeken rengeteg illegális hulladék jelent meg az elmúlt hónapokban. Általában összegyűrt, eldobált műanyagpalackok, kirándulók által hátrahagyott zacskók, esetleg építési törmelék, de újabban már háztartási berendezésekkel is lehet találkozni az útszéli erdős szakaszokon. Pécset és környékén is rengeteg problémát okoz az illegális szemét. Az elmúlt években az önkormányzat és jó magam is képviselőként, zöld biztosként különösen figyel arra, hogy ezeket rendbe rakjuk, ezeket a területeket, így már több millió forintot költöttünk arra, hogy ezeket az illegális szemétlerakókat felszámoljuk. Az illegális szemetelők általában az éleple alatt jönnek ki az erdőbe, autóval is hagyják itt a hulladékot. Valaki például itt mögöttem egy egész szekrénysort hagyott itt az erdőben, de a Bioka munkatársai már találkoztak itt a mecsekben például mosógéppel, hűtőgéppel vagy éppen ágybetéttel. Nagykanizsán sokszor a lakás felújítás utáni szemetet egyszerű Lerakják a belvárosi kukák mellé, ami szintén illegális. Most is nem olyan régen találtak egy ilyen esetet a mezőrök, amikor van tettenérés akkor a rendőrséggel közösen elindítanunk egy, egy büntetőeljárást. Széchenyi és környékén is küzd a hatóság az illegális szemetelőkkel, azonban itt lassan lesz megoldás, hogy miként csípjék fülön az elkövetőket. Mi tervünk az volt tulajdonképpen, hogy támogatnánk, segítenénk egyébként a lakosság bevonásával egy olyan kamerarendszer képítését, vagy legalábbis a meglévőnek a bővítését, ami az illegális lerakást, talán meg tudná akadályozni. A hulladék eltüntetése miatt a közút minden évben szemétszedési akció hetet szervez. Ekkor nagyjából 12 ezer tonna hulladékot gyűjtenek össze.